Ha már ilyen kádárkocka épületben vagyunk, azt el kell, hogy mondjam, hogy az ilyen épületeknél nagyon gyakori, hogy vékony a vályog falazat. Tehát 30-35 cm sem ritka, és általában vegyes falazatról beszélünk, ami, hát ezt sokan keverik, hogy most azért, mert néhol vályog, néhol tégla, ezeket úgy képzeljétek el, hogy sávokban váltakoznak, tehát néhány sor vályogtéglát, néhány sor égetett kisméretű téglakövet, és ezért nevezzük vegyes falazatnak. Most ez azért gáz, mert a vályogtégla sokkal jobb hőszigetelő képességű, mint amilyen a kisméretű tömör tégla, hiszen az fagyáló tégla, ha fagyáló egy tégla, akkor nem lesz jó a hőszigetelő képessége, ha pedig jó a hőszigetelő képessége, akkor általában nem fagyáló, tehát ezeket a porotelen téglákat, ha kitesszük a fagyba, beleállítjuk egy pocsolyába, akkor bizony elég hamar szétmálnak a fagytól, még a kisméretű tégla jól bírja ezt a törődést. Na, úgyhogy itt viszonylag vastag, tehát itt durván egy olyan 45-50 centis falról beszélünk, tehát itt nem lesz probléma a hőszigetelés, ide nem tennék hőszigetelést. Viszont azoknál az épületeknél, ahol 30-35 cm-es csak a téglafal, tehát a vályog téglafal, ott ez probléma. Tehát az nagyon nehéz lesz kifűteni, főleg, hogy ilyen váltott téglasorok vannak, az még nehezebb lesz. Ezt úgy képzeljétek el, hogy egy hőkamerával megmérve, megnézve, vagy egy infrahőmérővel, hogyha le van véve a vakolat a házról kívül belül, akkor érzékelhető, szabályszerűen mérhető ez a különbség a téglasorok között. Jó? Tehát erre ügyeljetek, hogyha kádárkocka vályog épületet választotok, akkor ott gyakran vékonyak a falak. Tehát a 30-35 centiset kerüljétek, és nagyon fontos, hogy legyen vízszigetelése az épületnek. Ugye 1930-as évek után már alkalmaznak általában vízszigetelő réteget, itt is van szerencsére ilyen vízszigetelő rétegünk, tehát az ilyet érdemes csak megvenni ezekből a kádárkockákból, mert súlyos problémáink lehetnek belőle, hogyha ez nincs. Azt már biztosan hallottátok videóimban, hogy a vályogház lényege, az egyik lényege az, hogy nedvességet vegyen föl a talajból, hiszen így tudja hűteni magát, hogy kifelé elpárolhatja a falairól ezt a nedvességet, és ezért hűvös nyári időszakban. Viszont a mai időjárási körülmények között ez sajnos már nem működik, úgyhogy igyekezzetek olyan épületet választani, aminek van meglévő és jól működő vízszigetelése.